Sanyi! Sanyikám! Lesi! Lesi! Sa! 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 Sanyi! Jaj! Nyissa le a füke, azt a sorompam! Mi történt, Bendeg úr? Én nem láttam, hogy itt van a ténysasszony. Csak nem képzelő, hogy ha látom, ráöntöm a vizet. Nem olyan családból származom. Csak egy kicsit rövidlátó vagyok. Már a kolbászból is, szalonnából is rövideket szoktam látni. Amit Kent hoz ki ebédre. Ilyen zenevonalt semmiség miatt. Volt nekem ügyes bajos dolgom ezzel a banyával, de így lármazni még álmomba se hallottam. Ami pedig az udvariasságot illeti, mindenki láthatja, hogy én nem szoktam túlmenni a finomság határán. Édes nagycsal, melyik vonattal érkezett? Hát, kedves gyerekem, pálott szájú Tóbiás. Én azt nem tudom neked megmondani, mert hogy az a vonat már legalább 4 órája elment. Aztán meg azt mondom neked, hogy ha jóba akarsz lenni velem, de ne mondd azt, hogy nagycsád, mert egyrészt pofonütlek, másrészt meg nem vagyok a babád. Engem Rozinak hívnak, ha éppen tudni akarod. Szóval kegyed az a csámpás, Rozi. Akit a lókupet szokottam megetni. Csámpás az ángyat, térdje kalácsom. Bocsásson, nagycsád. Na most aztán azt mondom, hogy kotrodj innen, mert úgy taknyán tenyerőlek, hogy elered az orrodvére. Csókolja meg, manterusnya. Hallod-e, Rozi? Na most eltanulom a szerelem fortélyát. Ne csivalkodjál már! Így csivalkodni éjszakának idején! Hamarabb szabadulsz, ha nem csivalkodsz! Adj vissza a kesztyenőt! Hát itt valami tévedés van, ennek nincs kesztyenője! Csókoljál meg, már te vagy kiszúrom a szemed! Hol van te? Most ne vinnyogja! Hanem veri a patást! Te utolsó! Hát, hogy ne egyem! Buga Józsi nem szép ember, de gavallé. Értse meg, ország, világ! Azért mondtam el rendre mindent, hogy jó kipanaszkodjam magamat. Mert mégiscsak borzasztó dolgok történtek velem, ha jól meggondolom. Ehhez képest a világháború közönséges kofalárma volt, semmi más.